Petőfi Sándor, a 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, nagy munkát vállal magára az, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed, nincs rád szüksége a világnak, és azért a szent fát félreted. Pusztában bújdossunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten küldte vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mindaki költő a néppel tűzön, vizen át. Átok reá, ki elhajítja kezéből a népzászlaját, átok reá, ki gyávasságból vagy lomhasságból marad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik nap hevében, éhen, szomjan, kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán.